Kedves Mária. Én úgy tudom, hogy a hazai számítástechnika alkalmazás területén a könyvtárosok útörő szerepet játszottak. Te kikre emlékszel, kik voltak meghatározó szereplők a te számodra ezen a területen? Én úgy gondolom, hogy a könyvtárosok valóban már a kezdet kezdetén felismerték azt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha mi magunk legalább egy lépés előrébb járnánk ezen a területen is, úgyhogy kifejezetten törekedtünk arra, hogy ilyen típusú előadásokat, tanfolyamokat, egyebeket szervezzünk. Emlékszem rá, hogy az első számítógépes ilyen tanfolyamot a könyvtár igazgatóknak szerveztük, még hozzá a Commodore 64, hát nem tudom, hogy van-e még, aki tudja, hogy milyen volt az a számítógép, azt egy közös beszerzésbe minden megyei könyvtár igazgató megvásárolta, és utána nekiültünk, hogy megtanuljuk az első lépéseket. Hát mondanom se kell, hogy volt a csapatban valaki, aki rögtön a kvazimodó játékot behozta, úgyhogy ezzel akkora kedvet kerekítettek nekünk, hogy nem idegenkedtünk a számítógéptől. 1951-ben Baján születtél. Mesélnél egy kicsit a városról, a gyerekkorodról, az ottani emlékeitről? Baja egy kisváros, egy nagyon kedves város, a Sugovica és a Duna meghatározó, így az én gyerekkoromban a vízközeliség, az, az minden múlt. Nagyon sokat töltöttünk kint a szabadban, rengeteget játszottunk. Nagyon jó iskolába jártam, én a harmadik gyerekként Láttam meg a napvilágot, úgyhogy én nekem már mindent szabadott, amit a másik kettőnek nem annyira. Ezért én, én akkor indult el Baján az énekzenei általános iskola, hogy én énekszenei általános iskolába kezdtem meg a tanulmányaimat. Ebből az következett, hogy egy nagyon-nagyon komoly közösségbe való tanulás és uh, uh, szabadidőm teljes eltöltése, az állandóan mandákba zajlott. Ugye hol énekarra mentünk, hol két hangszeren tanultam, Gordonkán zongorán. Tehát valójában az iskola és az utána lévő szabad programok, azok teljesen kitöltötték a napomat. 1970 és 75 között pedagógusként dolgozták Katymáron, Érsekcsanádon, Akasztón és Kecskeméten. Miért kezdtél el tanítani? Milyenek voltak ezek a kis Bácskéskú megyei falvak? Milyenek voltak az emberek ott? Milyen emlékeid vannak? Kis településen, vidéken akkor én még nem nagyon jártam, de abban az időben ez volt a nagy lehetőség, hogy akkor kezdjünk el egy kis faluba tanítani. már volt az első az életemben, meghatározó volt ez az iskola. Itt csak fél évig voltam, meg fél évig érsek családon, és amit én igazán a pedagógus pályám hát, érdemi kezdetének tekintek, az a négy éves akasztói időszak, az fantasztikus volt. Ott uh, magyar történelmet tanítottam, és 5 -től 8 vittem egy osztályt. Aki tanít és iskolában dolgozik, az tudja, hogy mennyivel másabb az ember kötődése, hogyha osztálya van. Itt a gyerekekkel álom volt dolgozni. Kecskemét az egy olyan lecsengő, befejező időszak volt, amikor én tulajdonképpen nem akartam a pedagógus pályát otthagyni, de akasztón akartam már maradni, mikor agott az osztályom, és akkor az akkori megyei könyvtárigazgató hívott a megyei könyvtárba, amit úgy vállaltam el, hogy azonnal párhuzamosan tanítani szeretnék, ez egy feltétel volt, hogy átmenjek, és meg is mondtam, hogy megyek tovább, és vissza akarok kerülni a pedagógus pályára. Nagyon gyorsan, nagyon nagy kihívásokkal szembesültem a könyvtárba, úgyhogy végül is történt egy pályamódosítás, egy hivatásváltás. Miközben könyvtárosként elkezdtél dolgozni, elvégezted a könyvtáros szakot is, második diplomát is megszerezted. Az egyetemen volt olyan tanár, aki meghatározó volt, amit tanított, vagy jellegében, emberségében, akire most szívesen emlékeznél? Hát elsők között kell említenem Bósa Gedeont, őt nagyon szerettem. Szakmailag is kiváló volt emberileg is, de ugyanígy nagyon szívesen emlékszem vissza Fülöp Géza tanár úrra, vagy későbbiekben, mondhatom így talán pályatársak voltunk, hosszú ideig Bobokné Beával, ők mindenképp azok közé tartoznak, akik, akik maradandó tudást is adtak át, bízom benne, amit továbbfejlesztettem, és emberileg is jó. 1977-től a megyei könyvtár gyerekkönyvtárának lettél a vezetője. Egyrészt nagyon fiatalon lettél vezető, ezt hogy élted meg, másrészt miért pont a gyerekkönyvtár tartozott hozzád? 75-ben kerültem a könyvtárba, és tulajdonképpen egy évig tájékoztató könyvtárosként dolgoztam, akkor tanítottam párhuzamosan. Hát erre nagyon gyorsan rá kellett jönnöm, hogy ez így nem megy. Úgyhogy ha a pedagógus vénámat is szeretném kielégíteni, gondolták az akkori vezetői, akkor talán nekem a legjobb helyen mégis a gyerekkönyvtárban lenne. Egy fantasztikus birodalmat alakítottunk ki ott. Ott ismertem föl azt is, hogy a kortárs gyerekírókkal nem fognak találkozni az iskolában a gyerekek, hogyha mi nem vállalkozunk könyvtárosok arra, hogy megmutassuk élőbe is, hogy kik azok a kortárs szerzők, akiknek a műveit, verseit, minden körülmények között meg kell ismerni. Rendszeres látogatóink közé tartoztak Vargadó, Okos, Orgas, Béla, Janikowski, Éva sorolhatnám. 1984-ben már a megyei könyvtáligazgatója lettél, és elég hamar lehetőséget volt a könyvtár működésének kialakításában részt venni. Milyen technikai szint állt akkor rendelkezésre? Milyen technikai fejlesztésben gondolkoztatok akkor? 1984-ben igazgató helyettese lettem a megyei könyvtárnak, ami egy nagyon izgalmas időszakba következett be, hiszen akkor már többször napi rendben volt Kecskeméten egy új könyvtár építése. Ebben az időszakban nagyon lényeges volt az, hogy a Könyvtárat egy olyan szervezeti, korszerűsített szervezeti formára kezdjük kialakítani, amelyik már igazodik a, alapvetően a technikához is. Nekünk a régi könyvtárunkban is már elsők között működött, akkor még ugyanaz X25-ös vonal, de már akkor megkezdtük az ismerkedést olyan integrált rendszerekkel, amik későbbiekben meg is alapozták ennek a könyvtárnak a munkáját akkor 90-ben, amikor megbízott igazgató lettem egy rövid időre, mivel az elődöm meghalt, és 91-be pályázat útján nyertem kinevezést, akkor bejutottunk abba a szakaszba, amikor az új könyvtár tervezésénél meghatározó jelentőségű volt, hogy integrált rendszerbe gondolkodunk, és tulajdonképpen egy olyan korszerű technológiába, ami ma már, természetesen nem újdonság, akkor még az volt, az első ISDN vonal Kecskeméten a könyvtárba került be, a csomagkapcsolt rendszerbe a telefon számítógép összekötése, és a korábban lokálisan tervezett munkafolyamatok egyszer csak átcsaptak egy integrált rendszerbe. Ez valójában annak köszönhető, hogy akkor ismerkedtem én megkeresés útján, itt Dömölki Bálintal és Sipka Júliával, akik igazából az olibrendszernek voltak a hazai disztribútorai, ez a szoftver a mai napig is működik, ez az új megyei könyvtár már úgy került átadásra, hogy a rekordszerűbb technikával rendelkezett, ami nem csak eszközt jelentett, hanem a szellemiségét megkezdődtek az adat, olyan adatbázisok építései, amit elsősorban csak a kecskemétiek tudtak gondoljunk itt katonára vagy kodályra, és ezek az adatbázisok ma már hát rengeteg segítséget nyújtanak kutatóknak, érdeklődőknek egyaránt, és természetes azóta is kiemel területét képezik a könyvtárnak. És azt kérdezem meg, mert itt említetted Kodály, meg katona nevét, ez azt jelenti, hogy ezeket az eredeti kéziratokat, kottákat dolgoztátok fel, vagy mit dolgoztatok fel? Tudni kell, hogy ugye a Kodály intézet is ott működik a városban, ezért velük nagyon szoros együttműködésben tevékenykedtünk. Mi ezt egy tudás tárként dolgoztuk föl a dokumentumokból, ma is föl lehet menni a portálunkra is ezekbe keresni, és rengetegféle információt megtudni. Itt már ugye éltünk a különböző dokumentum típusok részleteinek összekapcsolásával, a kép, a hang, a szöveg, és ennek útján ma azt hiszem, hogy a kutatók számára is az egyik leginformatívabb adatbázisról van szó. Mikor indultak el a Kecskeméti Könyvtárban a számítógépesítésnek az a rendszere, amikor a, így a dolgozókon túl tulajdonképpen az olvasók ol, számára is biztosítottátok, hogy számítógépes keresést sen a könyvtárból elérjék a nagyobb adatbázisokat? A könyvtár... A új előtt, egy nagyon-nagyon szűkös körülmények között a városházán kicsi alapterületen működött, de már ott is bevezettük a számítógépes kölcsönzést, és már egy számítógép rendelkezésre állt az olvasóterembe, ami segítette a tájékoztató munkáját, ugyanakkor az olvasók is hozzáfértek. Az új könyvtár, amit 1996 ban adtunk át, ott az első pillanatban úgy nyitottunk, hogy valójában az olvasók rendelkezésére álltak különböző kereső terminálok. A teljes állományunk feldolgozásra került, úgyhogy rövid időn belül a katalógus szekrényeket föl is számoltuk. Már akkor az volt az elképzelésünk, hogy idővel a teljes megyét lefedő rendszereket működtessenek a megyei könyvtárok. Ez a mai napig is így van, a Kecskeméti megyei könyvtár, amit én ugye 30 évig vezettem, az összes Kecskeméti, Vácskiskó megyei kis település bekapcsolásra került, ennek most már több mint 10 éve. Ezek a fejlesztések és eredmények, amiket ott Kecskeméten, sőt a megyében elértetek, ezek mennyire voltak jellemzők az országra, mennyire hogy igazodott -e ez a többi megyei terület? A megyei könyvtárak nagyon szoros együttműködésben dolgoznak évtizedek óta. Nem tudunk egyforma szinten haladni, de mindent lényeges kérdést együttesen megbeszélünk és fejlesztünk. 1990-ben Kecskeméten a megyei könyvtári igazgatók kezdeményezésére megalakult a könyvtári és informatikai kamara, amelyet rövidesen a különböző könyvtártípusoktól létrejövő tagozatok követtek. Mi volt a cél ennek a kamarának? Szakmailag mit takart itt a könyvtár és informatika kifejezés? Mi volt a tényleges elképzelés? Az egy nagyon fontos szempontként vetődött föl, hogy a szakmai érdeképviseleti szervezetek között jöjjön létre egy olyan, amely kifejezetten az intézményeket képviseli. Azért kapcsolódott rögtön össze az informatikával, hiszen már a képzésben is megjelent akkor ez, a könyvtári informatikus képzés, a könyvtárosoknak minden körülmények között az információszolgáltatásban szükségük van azokra a megfelelő informatikai ismeretekre, tudásra, amiben közvetíteni tudják. Tehát nyilván nem programozás a feladatunk, de annak megértése, hogy itt milyen ismereteket kell átadni, különös tekintettel a lakosság részére, az rendkívül fontos. Első között kezdtük el azokat a tanfolyamokat szervezni könyvtárakban, ahol legelőször ültek emberek számítógéphez, és megtanulták azokat az alapvető dolgokat, amelyek az interneten történő kommunikálást, kapcsolatépítést, tanulást, információkeresést jelentik. Megrendezésre kerültek a könyvtári mozinapok is ebben például a NAVA és a Nemzeti Audiovizuális Archívum is részt vett. Ezek hogy működnek, ezeknek mi a célja? Na hát ez egy nagyon érdekes dolog, ez a könyvtármozi. Elindult egy ilyen szolgáltatás. Na, kialakultak ezek a fantasztikusan szép kis könyvtárak, és akkor jött az a gondolatom, hogy hát kellene újabb és újabb szolgáltatást belevinni. Miben van hiány? És ez találkozott, ez a gondolat Mikolás Ferenc Kecskeméti Rasszín stúdió vezetőjével, aki szintén úgy gondolta, hogy ez egy nagy vétek, hogy ott vannak a dobozba a filmek, és nem kerülnek ki a kis településre. És akkor leültünk egy szombat délután, és ő mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha valahogy megoldanánk. Úgy gondoltam, hogy itt is a informatika lesz segítségünkre, Azonnal fejlesztettünk egy ilyen portált, amiben akkor már elég járatosak voltunk. Ide fölpakoltuk az összes filmet úgy, hogy a Nava adja a háttér szervert, amin ezek a filmek futnak. Ezek nem azonosak, még akkor sem, ha a Nava meglévő anyagába is benne vannak, de a könyvtármozi az egy abszolút dedikált, nagyon szigorú rendszer, kizárólag könyvtárban működik, és a könyvtáros az úgymond mozigépész. Neki van egy kódja, ő tud belépni, ő kiválasztja a listából, hogy melyik filmet szeretnék megnézni, így az emberek előre meg tudják beszélni, hogy éppen mi érdekli őket. Arra törekszünk, hogy legalább havonta egyszer legyen vetítés, a gyerekeknek sűrűbben van, mert azokat nagy előszeretettel hozzák át délutáni idős programba is. Rendkívül népszerűek a rajzfilmek. Ebbe is most a cigánymese sorozat, ami egy csodálatos rész. Én lekeresek azt a helyet, ahol évletem ahol jó lehet, évletem ér, ahol mulatok én ki veletek nem tudom, meddig ahhoz rögtön fölvállalta a szövetségünk, mert hogy a szövetség koordinálja ezt az egészet, hogy foglalkoztató füzeteket készít hozzá, ezek fantasztikus foglalkoztató füzetek. A Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáját is 2005 óta szervezitek. Miről szól ez? Mesélni róla pár szót. Ezt 20 évvel ezelőtt Sőt, 25 a Csongrádi Városi Könyvtár kezdte, a környező országok könyvtárosait hívta meg egy ilyen találkozóra. Ez nagyon jól sikerült, és akkor az X fölvállalta ennek a védnökségét, ami aztán átment abba, hogy szervezője, és természetesen az elengedhetetlen pályázati forrás megteremtője lett. Ez egy olyan találkozó, Amire 7-8 országból hívunk a Kárpát-medencéből könyvtárosokat. Vasárnap délután szoktuk megbeszélni azt, hogy tulajdonképpen mi mindennel tudja segíteni, támogatni őket a Nemzeti Kultáis Alap, és másnap egy nagyon intenzív szakmai konferencia nap van ahol ugye a hazai könyvtárosok, akik szintén jelentkezhetnek, itt több mint százan szoktunk lenni, és a határon túli könyvtárok is különböző témákkal bejelentkeznek, és a kezdeti, hát azt kell mondjam, panaszkodásokból eljutottunk odáig, hogy egyre több figyelemre méltó fejlesztéssel, szakmai innovációval Találkozunk az ő előadásaikba is, és nekik is nagyon sokat jelent, főleg a személyes találkozó. Még egy társadalmi csoportot segítettetek, elég sokat tettetek a fogyatékkal élőkért is. Őket milyen eszközökkel tudtátok támogatni, segíteni? Ez bekerült a, a, a hivatalos elvárásokba is, a könyvtárak az elsők között ö, voltak, akik azokat az eszközöket beszerezték, amik akadálymentesen segíthetik ö, nem csak a gyengénlátókat, vakokat. Ö, hanem egyéb más fogyatékkal élőket is. Ezek különböző eszközöket jelentenek, tehát ma már nem probléma a számos könyvtárban az, hogy ugye beszélő számítógép megfelelő szoftver áll rendelkezésre, a különböző nagyítók, a közvetlen még valamelyes látók saját maguk tudják hivatalos irataikat, egyebeket, újságokat elolvasni. Nagyon szoros kapcsolata van sok könyvtárnak a szövetségeikkel. Kecskeméten például rendszeresen ott tartják a közgyűléseiket, ismerik már a helyet, ugye minden akadálymentes. És hát amivel még nagyon foglalkozunk az, az érzékenyítés, tehát rengeteg ilyen Közös programunk van, amiben az úgymond épek a fogyatékkal élőkkel közös programokon vesznek részt, hogy érzékeljék azt, hogy mikor, miben, hogyan, miként kell segíteni. Úgy tudom, hogy részt vettél talán többször is a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál zsűriének a munkájában ott milyen tapasztalatokkal, kapcsolatokkal gazdagodtál? Szervező munkájába vettem részt, konkrétan zsűrizni nem zsűriztem, viszont hagyomány teremtettünk annak, hogy a animációs filmfesztivál egy napja, egy olyan szakmai konferencia nap volt, amelyik tulajdonképpen a Filmes szakembereket a könyvtármozi programokba beavatta, arra fordította, az idén pedig egy kifejezetten fontos közös konferenciát tartottunk a Nemzeti Írközlési Hatóság és az X, tehát szerves részei vagyunk a filmfesztiválnak, és ilyen szempontból engem, mint rendezőtársat is számon tartanak, és nagyon jó kapcsolatom van velük évtizedekkel ezelőtt kapcsolódtál be a Nemzeti Kulturális Alap munkájába, és voltál ott a Könyvtárak és Levéltárak Bizottságának tagja, aztán két ciklusban az elnöke is. Milyen munkád volt ott? Milyen emlékeid vannak erről? Meg milyen eredmények születtek? Mikor én bekerültem, akkor a könyvtári kollégium tagja lettem, aztán egy év után lettem két ciklusban az elnöke a könyvtári kollégiumnak, amikor az is lejárt akkor megkeresett a bizottság, ez ugye a legfelsőbb szint, és akkor bizottságban tevékenykedtem három egymás követő cikluson keresztül, hol szakma delegáltja, hol miniszter delegáltja, utolsó két ciklusban miniszter delegáltja voltam. Akkor tulajdonképpen megint jött egy átszervezés, és alakult a jelenlegi könyvtárak és levéltárak kollégiuma és engem korábban Jankovics Marcel, akivel én sokat dolgoztam együtt, amikor ő kétszer volt ugye a kultáis alapelnöke, kért arra, hogy legyek a szakma delegáltja a korábbi kollégiumba, de akkor én foglalt voltam, mint bizottsági tag. De mostanra felszabadultam, és akkor Jankovics Marcel ismételten kérte, hogy akkor fogadjam el a Magyar Művészeti Akadémia delegálását, úgyhogy most az MMA delegáltjaként dolgozom a Könyvtárak és Levéltárak kollégiumában. Több más mellett a Kincskeresők egyesületet titkára voltál, az alapítvány a Bácskiskun megyei könyvtárért kuratúr, titkára titkáraként is tevékenykedtél. Ezek milyen tevékenységek? Hogy fértek bele az életedbe? A alapítvány meghatározó jelentőségű. Ma is vallom, hogyha 1990-ben az akkori elnök nem tesz egy alapítványt a könyvtár fölépítésére, akkor alig ha épült volna föl abban az időben különösen Kecskeméten a könyvtár, már pedig annak akkor már föl kellett épülnie. Ennek az alapítványnak a működése az természetesen nagyon szorosan összefüggött a könyvtár fejlesztésével, hiszen a 900 50 milliós beruházáshoz közel 300 millióval az alapítvány járult hozzá. Az alapítvány végig fönt most amikor eljöttem, akkor Adtam át, természetesen ezt is sokat pályázott az alapítvány informatikai első fejlesztéseket, az első nagy szervert, szánszervert, az Olibnak a teljes rendszerét az alapítvány támogatásával tudtuk megvásárolni. Tehát az alapítvány nagyon fontos volt. Alapító tagok szinte végig kitartottak, úgy fogyott a számunk, hogy sajnos eltávoztak közülünk. Most egy teljesen más kuratórium működik. A kincskeresők egyesületét meg azért hoztuk létre, mert kellett egy olyan civil szervezet, amiben össze tudunk fogni azokkal az iskolákkal, akikkel a mesemondó versenyt is meg tudtuk szervezni, hiszen az egy nagyon komoly logisztikát igényelt, különböző programokat, ennek a mai napig is titkára vagyok még. 2014-ben és 2020-ban az általad vezetett megyei könyvtár minősített könyvtár lett mit jelent ez a cím, kik adományozzák. Sőt, 2015-ben könyvtári minőségi díjat is kaptatok. Ez miben különbözik? Az én szakmai tevékenységemnek egyik kiemelkedő része volt a minőséggel való foglalkozás. Mint a említett Skaliszki Judit az a évával közösen kezdtünk el, pont akkor, amikor az új könyvtár fölépült, ők Manchesterbe tanulták a legjobb szakemberektől azt, hogy hogyan lehet a könyvtárakat is bevonni a minősített folyamatokba, a TKM alapú minősítésbe, ami nem azonos az izóval. Ezzel én rögtön megfertőződtem, és ebben nagyon komoly munkát végeztünk. Tananyagot fejlesztettünk, akreditált tanfolyamot indítottunk el, és hosszú-hosszú ideig a megyei könyvtár volt az egyetlen képzőhelye Magyarországon, ennek a 120 órás akreditált tanfolyamnak a könyvtári minőségi díj, ez kifejezetten innováció, három innovációs tevékenységet kellett kidolgozni, és ebben a három innovációs tevékenységben tulajdonképpen akkor teljesen élen járt a Kecskeméti megyei könyvtár, az általam már említett Baba Barát könyvtári teljes modell kidolgozása, kis települési modell, és hát nem ejtettünk még arról szót, hogy mi kezdettől fogva jóval az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat megelőzően már Európai Információs Pontot működtettünk a mai napig is, és részt veszünk az Európai Uniós Információs szolgáltatásban és mindenféle programjaiba, ezt is átadtuk az innovációba, erre kaptuk meg a díjat, a díj az örök, a cím az pedig négy év után, öt év után lejár. Számos szakmai szervezet tagja vagy voltál, hogy csak a legfontosabbakat említsem, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Tanácsa, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság, az Országos Dokumentumellátási Rendszer, a Kultúra Közvetítők Társasága és a Rózsa Hölgyek Társasága. Ezek közül melyik az, amelyik különösen közel állt hozzád, amiben úgy érzed, hogy még továbbiakban is hasznos, fontos tevékenységet végzel? Igazából ezek mind nagyon fontosak voltak, amikor ezekben hosszú évtizedeken keresztül aktívan dolgoztam. Ma a Magyar Könyvtárosok Egyesületének vagyok a tagja, aminek már a 70-es évektől kezdve tagja vagyok, és miután ugye az én kedvenc szervezetem az Informatikai és Könyvtári Szövetségbe aktív igazgatók lehetnek, csak így én itt most egy önkéntes munkaszerződéssel a legkedvesebb gyermekemet, a könyvtármozit próbálom további segíteni az útján. Munkásságod, mint könyvtáros és mint civil kultúra közvetítő számos elismerésbe részesült. Nívó díjat kaptál 77-ben, kiváló ifjúsági vezető emlékérmet 78-ban, kiváló munkáit kitüntető jelvényt 88-ban, Színjei József díjat 96-ban, minisztériumi elismerést 97-ben, Fényes Eleke emlékérmet 2001-ben, Bácskiskó megye közművelédésért díjat 2003-ban, Fehér Rózsa díjat szintén 2003-ban, Magyarországért Európában miniszteri elismerést 2006-ban, Széchenyi Ferenc díjat 2008-ban, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét 2010-ben, Sárkányölő Szent Győr plakettet 2014-ben, Kemény Bertalan falufejlesztési díjat 2015-ben, és megkaptad a könyvtári minőség díjat, illetve 2016-ban a Katona József díjat. Hogy érted meg ezeket az elismeréseket? Melyik volt különösen fontos, kedves neked? Hú, hát valóban nagyon, nagyon sok elismerést kaptam. De maga nemében mindegyik fontos volt, mert mind valamiféle munkámról történő visszajelzéshez kötődött. Hát természetesen azért egy köztársasági emlékérmet kapni abban a koromban, amit azért általában mindenki a vége felé szokott már kapni a tevékenységének. Azt kell mondjam, hogy én minden díjat nagyon időbe kaptam meg. Kedves Mária, hihetetlen sok Mondhatnám azt, hogy munkaköri, szakmai és egyéb tevékenység mellett hol tudsz kikapcsolódni, feltöltődni? Rendszeresen járok színházba, különböző és programokra, esetenként kirándulásokra, egy időben nagyon rendszeresen jártam úszni. Most hosszú ideje a gyaloglás volt a, a fő tevékenységem, amit, amit kitartóan általában, amit elkezdek, az kitartóan művelem és hát ezek fontos dolgok számomra, most meg már azért egyre több időm szabadul föl. Végül hadd kérdezzelek meg, már a beszélgetés előtti ilyen magánbeszélgetésben szóba került a mesterséges intelligencia. Te mit gondolsz, hogy a könyvtárosok munkájában, a könyvtári szolgáltatásokban milyen szerepe lehet a mesterséges intelligenciának? Na, szerintem rengeteg. Hát már most is nagyon sok minden van, amit igazából használunk. Meggyőződésem, hogy számos dologról nem is tudjuk, hogy mesterséges intelligencia beszélje. Hát nekünk ugye az információszolgáltatásban szolgáltatásban az egy meghatározó jelentőségű, hogy támaszkodhatunk egy olyan alkalmazásra, amelyik már az emberi adja a szinte átfoghatatlan mennyiségű adatnak a begyűjtését, rendszerezését, ami szempontjaink szerinti hát rendszerezését tudja megadni. Teljesen biztos vagyok benne, hogy, hogy fontos szerepet kell betöltsünk abba, hogy magát a mesterséges intelligenciát, ahogy az egyre jobban beépül az emberek életébe, segítsünk megismerni az embereknek. Szóval, amikor én bemegyek, és Bella hozza nekem az ebédet, a kis robot, akkor már tudom, hogy itt Isten igazából ezek még csak ilyen jelképek, meg jó pofaságok, de ezek előbb-utóbb oda fognak vezetni, hogy nagyon sok olyan munkakör lesz, ami már el is felejtünk teljes mértékben, mert át fogja venni ezeket a mesterséges intelligencia, ezeket az irányításokat. Nagyon, nagyon lényeges az, hogy a közvetítő szerepünk, a tudás átadás közvetítő szerepünk az társadalom azon rétegeihez különösen eljussanak, akik ebből nagyon keveset tudnak, csak ne jussunk el abba az állapotba, hogy ez, ez szorongás legyen, ez félelem legyen hanem hát minél inkább megszelídítsük és tegyük magunkévá. Egy csomó olyan nyitott kérdés van még, amire hát nem tudjuk a választ, de azért bízom benne, hogy mi fogunk irányítani jövőben is. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.